Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfresh.hu-ról, és most szeretném nektek bemutatni a Drupal Colorbox modul telepítését Drupal 7-es verzióra. Ugye, mint minden modul esetében a drupal.org-ra kell fölmennünk, itt található a Colorbox modul a többi modul között. Itt láthatjuk is a Colorbox-nak a leírását, hogy mire jó, és hogy milyen feature-ök vannak benne, milyen böngészőket támogat, milyen pluginok szükségesek hozzá, milyen függőségei vannak, Colorbox-ról vannak egyéb oktató videók a telepítésről, beállításáról, és milyen modulokat támogat, és ugye itt vannak a függőségek is, Drupal 7-hez és Drupal 6-hoz is. Első körben ugye le fogom magát a modult tölteni, ugye a Drupal 7-es verzióhoz fogom letölteni, mert nekünk 7-esünk van, a tárgézi csomagot töltöm le. Letöltöttem, ugye, de ennyivel még nem fejeztem be, mert olvastam előbb itt az oldalán, a Colorbox oldalán, hogy Drupal 7-hez még szükségünk van egy LibreOffice API 2 modulra is, ezt is telepítenünk kell a Drupal 7-es oldalunkra. Ezt is letöltöm, ugye a Drupal 7-es verzióját. De ezzel még mindig nem fejeztük be, mert a Colorboxnak is, mint a CK Editor esetében, van egy komponens könyvtára, ami tartalmaz egyéb komponenseket, hogy működjön nekünk a Colorbox, és hogyha visszamegyünk ugye a Colorbox oldalára, akkor itt láthatjuk, hogy van egy Colorbox pluginunk Drupal 7-hez, én ezt le fogom tölteni most, ugye ez a komponens csomag, és hogyha letöltöttem ezt a három fájlt a Colorboxomhoz, akkor azt mondom, hogy bemegyek a letöltések mappámba, és szépen kicsomagolom. Van egy LibreOffice modulunk, ezt ide kibontjuk. Van egy Colorbox komponens csomagunk, ezt is kibontom ide, amit letöltöttem. És van még egy Colorbox modulunk, ezt is kibontom ide, amit letöltöttem. Ez a három könyvtár kell nekem a Colorbox beüzemeléséhez. Utána fölmegyek szépen az FTP-mre, refrissítek, és ugyanúgy, mint minden modul esetében, nem a modules mappában, a sites, all és modules mappába fogom feltölteni. Elsőként a Colorbox modult. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor föl fogom tölteni a LibreOffice modulomat. Ugye ez nem összekeverendő a LibreOffice könyvtárunkban, ami a SiteSol mappán belül van. Ez egy modul. És hogyha kimegyek innen, ugye van még egy komponens csomagom a Colorboxhoz, amit a SiteSol LibreOffice mappába fogok a CK Editor komponens csomag mellé feltölteni. Ugye ez a Colorbox kötőjel 1x verzió. Miután ezt feltölti nekem szépen az FTP, akkor ezt a mappát nekem át kell neveznem simán Colorboxra, hogy a Colorbox meg is találja a komponens csomagjait. És miután ezzel megvagyok, akkor bejövök ide a Drupal oldalamra, és hogyha ezzel is megvagyunk, akkor én most egy tartalmat fogok létrehozni. Ugye hozzáadom a tartalmat, egy egyszerű oldalt fogunk most létrehozni. Címnek megadjuk azt, hogy Colorbox modul. Adunk egy rövid tartalmat, leírást. És egy összefoglalóba pedig adunk neki egy ilyen kis rövid összefoglalót ugye a címlapra. Full HTML szövegformátumot fogunk használni, mint minden esetben. Feltöltök hozzá egy képet. Feltöltöttem a képet, akkor pedig ugye itt van már az insert modul, amit beállítottunk előzőleg. Ugye az insert modullal beinzertálhatom a képet. Uh,
ezekben a formátumokban tudom beinzertálni, de most én nem eredeti képként, nem kisebb képméretként, nem pedig linkként akarom beszúrni ezt a képet, hanem fogom magam, még egyelőre képet nem rakok ki, adok neki egy webcím elnevet, a hozzászólások az most lezárt lesz, és közzé teszem és címlapra helyezem ezt az egyszerű oldalt, ugye Colorbox modul néven, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor látjuk, hogy nincs még képen, mert ugye a képet nem illesztettem be, de ha a címlapra jövök, akkor láthatom, hogy létrejött a Colorbox modul egyszerű oldalam, és a címlapra ki is van helyezve. Na most, hogyha én ugye akarok egy szép képet rátölteni, ugye egy effektes képet, mindjárt megmutatom, hogy mire jó ez a Colorbox modul, bejövök ide a modulokba. Ugye mivel feltöltöttem két új modult, ami kell a Colorbox működéséhez, ezért nekem ezeket most be is kell kapcsolnom, bekapcsolom ugye a LibreDS modult és a Colorbox modult. Utána azt mondom, hogy beállítások mentése. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor még bekapcsolom a nyelvi update-et és az Update Manager-t modul telepítés után. Kicsit lassan dolgozik most az oldalam, de hát jelenleg egy ingyenes webszerverem van, célszerű, hogyha mondom, hogyha egy oldalt csináltok, akkor nem ingyenes tárhelyen elhelyezni, mindenféleképpen valami célszerűbbre. Hát igen, itt az a gond, hogy ingyenes a tárhely, és ezért vannak gondok ilyen szinten. Jó, de ezzel most nem foglalkozunk. Hogyha fönn van, ugye a Colorbox modulunk most már be van kapcsolva, én akkor még azt mondom, hogy a jogosultságokat én még újraépítem mindenféleképpen. Megnézzük az állapotjelentést. Ugye most a frissítés nem tud csatlakozni a szerverhez, ez azért van, mert egy ingyenes webtárhelyünk van, és időközönként lekorlátoznak bennünket. Ugye az ingyenes webtárhelynek ez a hátránya, hogy szoktak bennünket korlátozni. Én újraépítem a jogosultságokat. Miután ezzel megvagyok, ugye most még az update-et nem futtattam, mert nem tudott csatlakozni a szerver, ugye engem most korlátoznak, úgymond idézőjelben, és visszajövök a Colorbox témámhoz, és azt mondom, hogy szerkesztés, és hogyha ide bejövök, ugye amit létrehoztam témát, ugye már beszéltünk az insert modulról, hogyha most itt legördítem az insert listát, megjelent egy Colorbox nagy, médium és egy thumbnail méretem. Én azt mondom, hogy Colorbox médiumba én beinzertálom ezt a képet. Ugye a képet oda inzertálva kattintok, automatikusan beemeli. Jó, hogyha ezzel megvagyunk és azt mondom, hogy mentés, akkor kész, meg is jelent itt egy kép. De hogy miért jó a Colorbox? Azért, mert ugye kicsibe látjuk a képet, és hogyha rákattintok, akkor egy ilyen effekttel behozza nekem a képet, hogyha itt látjuk a titlemezőt kitöltöttük, akkor itt megjelenik a felirat, ha rámegyek a képre a mutatóval, ha lemegyek, eltűnik. Úgyhogy ennyi lenne, és itt tudom kixelni, úgyhogy ennyi lenne a Colorbox modul, ha esetleg több képet rakok fel egymás után, akkor még lapozgatni is lehet a képek között, mondjuk még egyszer beemelem ezt a képet. Azt mondom, hogy még egyszer berakom Colorbox médiummal. Elmentek, és már láthatom azt, hogy kétszer van itt a kép, ha rákattintok, akkor már itt látok egy lapozót is, mert tudok lapozni a képek között. Úgyhogy ennyi lenne a Colorbox modul, ezt a célt szolgálja, szerintem egy nagyon jó modul, én használom több oldalon is. Annyit kell még tudni, hogyha esetleg létre akarunk hozni képstílusokat, ugye amiről már beszéltem, itt a beállítások menüben, a képstílusoknál hozzáadhatunk egy stílust mondjuk mi is, és azt mondom, hogy stílus neve mondjuk legyen Color Picture, új stílus létrehozása, és utána a Color Picture-nél kiválasztunk egy hatást, én azt mondom, hogy aránytartó méretezés, az annyit takar az aránytartó méretezés, hogy bejön, én megadok egy szélességet a képnek, mondjuk ez 400 képpont, a magasságot nem adom meg, ez annyit jelent, hogy minden képet 400 képponton jelenít meg szélesen, a magasságot meg automatikusan hozzáméretezi, hogy a képünk aránytartóan mutassa meg, szóval ne legyen eltorzulva a kép.
Hogyha ezzel megvagyunk, ugye felvettem egy új Colorbox, vagy Color Picture képstílust, és ha visszamegyek a címlapra, és azt mondom, hogy Colorbox modul, és azt mondom, hogy szerkesztés, akkor már itt az insertnél, hogyha beszúrok még egy képet, mondjuk ide emellé a kép mellé, azt mondom, hogy legördítem az insert listát, akkor lesz itt egy Colorbox Color Picture képstílusom. Erre, hogyha rányomok, azt mondom, hogy insert, akkor ott meg fog jelenni ez a kép 400 pont széles lett, 400 kép pont széles, és automatikusan a magasságot az hozzá méretezte, és itt már láthatom is, hogy ekkora lett a kép. Ha a képre rákattintok, akkor pedig a Colorbox szépen betölti. Úgyhogy nagyjából ennyi lett volna a Colorboxnak a telepítése és a használata. Elég egyszerű dolog. Hogyha esetleg a Colorbox modul valamilyen okból kifolyólag nem töltene be, miután telepítettük, akkor annyit kell csinálni, hogy egy update scriptet kell lefuttatni. Van úgy, hogy nem jön be egy modul, mondjuk telepítés után, és már láthatom is, hogy így jön be a kép, hogyha a Colorbox stílussal inzertálom be a képet. Na, hogyha esetleg mondom, a kép nem jön be, vagy nem jön be ez a Colorbox modul, akkor mindenféleképpen egy frissítési scriptet le kell futtatnunk, ugye egy ilyen update-et. Ebbe a hibába én is volt már egy beleütköztem, hogyha esetleg valamiért a modul nem úgy használjuk, akkor egy ilyen update scriptet, hogyha lefuttatunk, utána valószínűleg meg fog jelenni az effektezés. Úgyhogy ennyi lett volna a Colorbox modul telepítése. Varga Tamás voltam az itfresh.hu-ról, sziasztok!